Mennyire nehéz, vagy nehéz-e egy olyan meccsen pályára lépni, hogy nagyon nagy a tét, de alapvetően ugye a papírforma alapján gólokkal kell nyerni? Nyilván ez egy kupa elődöntő volt, tehát ahogy mondtad is, nagyon nagy volt a tét, vagy nagyon nagy a tét. Ennek megfelelően kell pályára lépni, tehát abszolút nem azzal kell foglalkozni, hogy ki az ellenfél. Az első fél időt nagyon megnyomtuk, úgy érzem, ennek köszönhetően az elég magabiztos előnnyel mentünk a szünetre, mondhatni el is döntöttük a mérkőzést. Úgyhogy második fél idő az inkább mezőnyjátékba folyt. Igazából tényleg azt mondani, hogy az első fél időben eldöntöttük a mérkőzést, megnyomtuk nagyon. Magaddal elégedett vagy? Az első fél időben nagyon éltél. Nem tudom, hogy összességében nézed a meccset, mennyire vagy elégedett magaddal? Igen, örülök, hogy sikerült meglúgnom az első góljaimat, ez nagyon fontos volt nekem, úgyhogy ebből tudok építkezni majd. Első fél időben úgy érzem, jól ment a játék, második fél időben kicsit hátrébb játszottam, igazából a második fél időben sem volt probléma, igazából örülök, hogy így ment a játék, úgyhogy bízom hasonló folytatásban. Csobi, milyen érzés volt újra az ülő után pályára lépni, kicsit megváltozott a világ, mióta utoljára errefelé jártál? Hát jó érzés volt, ugye már játszottam a stadionban Pápával még 2 év ezelőtt, vagy 3 év ezelőtt, de mindig jó érzés visszatérni, természetesen nem olyan érzelmek vannak, mint a régi pályán, mert ugye én még ott játszottam a régi stadionban, de azt gondolom, ilyen gyönyörű stadionban, ilyen gyönyörű környezetben mindig jó jönni. Mennyivel másabb, ha összehasonlítod az akkori világot, most általánosságban focira értem, hogy most talán NBA 3-ban vannak olyan körülmények, mint sok NBA-es csapatnál, aminél te játszottál. Mennyit változott a világ ilyen szempontból is? Hát én azt gondolom, hatalmasat változott, mint ahogy te is mondtad, igen, NBA 3-ban is vannak olyan körülmények, mint anno, akár azt is mondhatom, hogy Ferencvárosnak én játszottam, de örülök neki, ennek örülnünk kell, hogy ilyen körülmények vannak, hiszen ez segíti a labdarúgást abban, hogy tovább lépjünk, és ez csak is pozitív dolog. Budafoknál milyenek most a körülmények? Pruckner László elmondta, hogy ugye cél a feljutás egyértelműen, és minden adott ehhez. Lehet mondani, hogy Budafokon is jobb a körülmény, mint sok olyan csapatban, ahol te játszottál NBA 1-be? Igen, ezt én mondhatom, hogy sokkal jobb körülmények van, mint máskor NBA 1-be akár, mind a pálya, mind ami eszköz hasznára van a csapatnak. Én azt gondolom, hogy minden körülmény előtt ahhoz, hogy jövőre NBA 2-esek legyünk, természetesen azt még meg kell nyerni a bajnokságot, még van 6 forduló, de én azt gondolom, hogy nagyon szuper körülmények között készülünk Budafokon. Meglepett, hogy ilyen lelkes, nagy számú vendégtábor biztatta budafokiakat? Igen, le a kalapba, tényleg, hogy majdnem megtelítették a vendégszektort, tehát ez nagyon jó dolog, azt gondolom, tényleg az, hogy a Budafok eljutott idáig, ez nagy dolog, tehát gratulálok nekik, és hát kívánom, hogy jussanak fel, mert azért elég jól állnak ugye a harmadosztályba. Úgyhogy igen, azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog a foci szempontjából is tényleg, hogy ennyien elkísérték őket. Nyilván a mi közönségünk is itt volt, úgyhogy összességében jó hangulatú mérkőzést játszottunk. Azt gondoltad volna, hogy az ülő után egyszer még így fognak ünnepelni a szurkolók, akár téged meg a csapatodat, mint amit itt a végén, amilyen szurkolást kaptatok, ünneplést? Hát megmondom őszintén, hogy mélyen érintett, mert le a kalappa a szurkolók előtt, akik ide eljöttek, mert tényleg bebizonyították azt, hogy Magyarországon igenis szeretik a foci. És egy 0-8-as veresség után azt gondolom, hogy ez példaértékű, amit mutattak itt a leláton, és tényleg megmondom őszintén, meg is hatottam, hogy ilyen várt minket a meccs után.